Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Budapest Teli van Faluval podcast a Radnóti Színház és a Fővárosi Vízművek Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett közös beszélgetés sorozata. Én Bolyár Iván András vagyok. Mai vendégem Hajdu Szabolcs, színház és filmrendező, aki nem arról híres, hogy rajongan a Budapestért. Köszöntelek a stúdióban, nem tudom mennyire áll meg ez, a, ez, az Urban Legend, hogy te annyira azért nem csíped Budapestet. Hát ez... Ez komplikáltabb azért ennél. Én, én 30 éve Budapesten élek, tehát nagyon sok részét ismerem meg nagyon sok barátom van itt. De az tény, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez a városom, és ez nagyon furcsa, hogy ez nem alakult ki. Tehát a mai napig nekem a Debrecen az a városom, de soha nem tudnék ott élni. Tehát ez igen. egy ilyen komplikált helyzet. És közben még azért volt Marosvásárhely is egy időben, nem? Mikor viszonylag hát sokat jártak. azok inkább ilyen kiruccanások voltak, tehát én nem számítom, az hogyha valaki egy évet, két évet él valahol, az nem tud annyira... Az még kevés. A, 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 hogy mondjam, a gyökeret ereszteni. Tehát van közöm, igen, Marosvásárhelyhez, Sepsiszentgyörgyhöz, van közöm Las ott is éltünk. De hát a legtöbbet itt éltem, itt töltöttem az életem nagy részét. A, ugye ennek a podcastnek az a címe, hogy Budapest teli van falu, melyik a te falud Budapesten, ha már, ha már, a város nem? Hát amikor el először így ráéreztem arra, hogy, 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 mi Budapest, tehát várjuk, kezdjük onnan, hogy, hogy én, én nagyon sok felé laktam, amikor Debrecenből felköltöztem Budapestre, kollégiumokban, kint a Budaörsi úton, a Vas utcába, akkor ott a, a Vámház körúton, egy albérletbe, tehát össze-vissza, de sehol nem volt olyan közeg, vagy közösség, amire azt tudtam volna amit mondasz, mondani, hogy falu. Tehát egy, egy ilyen kis közösség, ahol az embereket megismerem a a helyi kocsmában, a boltost, a stb., mint egy tényleg egy kisváról, egy faluba. És ez először, amikor a Jászai Maritére beköltöztünk, az 2010-ben volt, akkor már 20 éve éltem Budapesten, akkor volt először az, hogy itt ez egy, ez egy, ez egy másik város, én ezt nem ismertem eddig. Elmentem százmilliószor a négyes hatossal, meg szerintem be is mentem a Pozsonyin néhányszor, de, de mivel nem éltem ott, fogalmam nem volt, hogy mi történik. Tehát csak az épületeket néztem, hogy igen, ezek kicsit mások, tehát nem, nem ez a neoklasszicista, mm. eklektikus, eklektikus igen. építészet van, hanem, igen. hanem ott a Bauhaus és modernizmus, meg nem tudom. És azokat ott nézegettem, de nem, nem láttam addig ezt a, ezt a közeget. És az viszont nagyon nagy hatással volt rám akkor elkezdtem érezni, az, akkor sem éreztem, hogy az én falum, de hogy ben vagyok egy faluban, ahol, ahol elkezdem megismerni az embereket, és lehet, hogy ha nagyon-nagyon sok időt töltenék ott, akkor az enyémé válna egy idő után de onnan is elköltöztem. Sajnálom, mert ez egy kiváló alkalom volt, hogy én időnként mehettem hozzátok vendégségbe, és mivel, hát én abban a lakásban hát töltöttem a gyerekkoromat, Igen. és ugyanaz az élménysorozat ért engem is, mint a te gyerekeidet, akik ott mm -hmm. nőttek föl. A nagyszüleimnek volt ugyanez a... Tehát ez a lakás a nagyszüleimé volt hajdan valamikor nagyon régen. És... Ö, ö, igen, de, de számomra, tehát megvan ez a, a, annak a környéknek a falu jelleges. Mitől nem lett a falut Hiszen azért ott, ott van egy viszonylag jól azonosítható haveri kör, szellemi kör, társaság, akik a környékbeli kocsmákban, vagy, vagy kávézókban szoktak megfordulni. Te oda nem tagozottál már? Be? Nem, nem az volt, hanem hogy az volt az érdekes, hogy én nem úgy ismertem meg ezeket az embereket, hogy, hogy mint, egy, mint egy új új ö, ö, társaságot, hanem én ezeket az embereket ismertem. Amúgy. Amúgy az újságokból, a tévéből. Tehát ezek ismert művészek voltak. Tehát én ezt csak néztem, mint a, először találtam élőbe, például vagy, ö, ö, a Behérivánt, vagy ott ül a, a, nem tudom, a kis, kocsmába a. nem a Nemzeti Banknak a, az alelnöke, vagy a nem tehát ilyen figurák ott üldögélnek, és <coughs> valakiről kiderül ez, meg az, meg amaz, hogy ő kicsoda, és én egy ilyen, egy ilyen szemlélődő, nagyon nehéz volt nekem az, hogy itt ilyen barátságokat kössek. Egy-két emberrel tudtam ott barátságot kötni. Én úgy figyeltem, meg hallgattam ezeket az embereket, és tanultam. Meg néha ők is följöttek hozzám egy idő után már, persze. És akkor megosztottuk a, az élményeinket, az Iván is többször is följött a Beher. Talán vele már elkezdődött egy ilyen barátság, de ő meg mire ez kialakult volt? talán vagyok lassú? Nem tudom. lassan. Nem lassú, hogy De mire ez kialakult volna, addigra meghalt szegény. Ha már szóba került az Iván, Beher akkor akkor hallgassunk meg tőle most egy egy szöveget. Didó a címe, és Kovács Adél adja elő. Beher Didó. Budapest teli van faluval. Persze ezekben nem igen van jó hozama a földnek, és a marhát is csak ritkán hajtják ki már, de egy-egy pesti negyed, háztöm, tér vagy utca kívülálló számára ismeretlen lelkileg zárt világ, önálló hagyományokkal, mitológiákkal, törvényekkel, szokásokkal. Egy-egy ilyen kis körben ismerik egymást a népek. Mindenki tudja, ki kicsoda, mit csinál, hol lakik, köztudomású, hogy melyik ház miről nevezetes, hogy hol a legjobb a kenyér, hol váltják vissza az üveget, hol a legolcsóbb a sör, hol és mikor sétáltatják a pitbullokat. A pozsonyi út, ez a harmincas években kiépült jobb napokat, igaz rosszabbakat is látott utca is ilyen. Aki itt vagy a környéken él, az előbb-utóbb itt is lesz honos. A pozsonyi úti messziről fölismeri a kiskakuk úrnőjét. Tudja, hogy van Pataki bácsi, mi van a gyerekekkel, köszönti a főszeget fejjel masírozó bajor nagyot. Tudja, hol laknak, laktak, rezek, bekék, vámosok, kepesek. És persze a pozsonyi úton is ott lengenek a víjogó trolik, az egymás hegyén hátán parkoló autók között a szellemek. Az erre lakó az itt sűrűn föllelhető boltok szövevényében sem veszhet el. Jól kiismeri magát a jobb-rosszabb, ősibb és újabb keletű üzletek, zöldségesek, kocsmák, éttermek között, ismeri egy-egy egység históriáját. Révedve emlegetik a pozsonyi sörözőt, vagy azt az időt, amikor a pikolóban 17 volt a sör minden pozsonyi úti és környékbeli lakos ismeri jól a Wallenberg utca sarkán lévő baromfi boltot is. Remek üzletnek indult jó tíz éve, naponta friss árútól roskadoztak a hűtőpultok, az obligát mellett mindig volt kacsa, pulyka, liba, egészben, szelve, ügyesebbek jutottak libahájhoz, olcsó pecsenyemájhoz, messzi tájakról is elindult ide élelmes vevő. Aztán pár éve leromlott a bolt hirtelen, Választék csökkent, készlet csappant, hús besárgult, és ami a legmarkánsabban jelezte a bajt, büdös lett rémesen odabent. Pár hónapja kipucolták a helységet úgy, ahogy, a plafonról pedig belógattak néhány szegfűszeggel teli nyomott citromot. Valami áru is van még azért. Akad még vevő is, tehát. Mint az az idősebb kutyás hölgy, aki múlt héten betért ide. Törzsvevő a hölgy, 1935 óta itt lakik a Pozsonyi úton. Mint máskor kikötötte a kis tacskót a bolt elé. Ekkor azonban egy baromfi szállító munkás üvöltözni kezdett, hogy oda ne kösse ki a kutyát. A hölgy tehát nem kötött. Mondta a kutyának, hogy várja meg őt a bolt előtt. Lassú a kutya, kicsi, öreg, szófogadó, ebben a korban már sem ereje, sem kedve, sem lelkesedése, sem ostobasága nincsen ellenkezni ebnek. De hát szegény kis kutya nagyot hal nagyon. Miközben gazdája a pultnál állt a sorban, óvatlanul betotyogott a boltba. Ekkor a baromfis szállító üvöltött egyet, megragadta a kutyát, a feje fölé emelte, és a nyitott ajtón teljes erejéből kihajította az utcára. Az eljárás a bolt dolgozóinak legteljesebb egyetértésével történt. A kutya kórházban van. Még él. Élnie kell. De a bolt is él. Annak pedig nem szabad élnie. Ennek a boltnak többé nincsen helye a pozsonyi úton. Természetesen bárkivel esik a barbárság, ha volna állatvédelmi törvény, börtön hónapok járnának érte. De, mert van súlyosbító körülmény, nem bárkivel történt. Magával a pozsonyi úttal. A pozsonyi út lett megsértve, megalázva, arcul köpve a boltban. A hölgy nélkül nincsen többé pozsonyi út, ugyanis. A hölgy úgy része a pozsonyi útnak, mint a Palatinus házak vagy a Szent István park. A pozsonyi úton a kutyát is sokan ismerik. Sokan tudják erre azt is, hogy 17 éves már a kis öregebb, süket, beteg és egyetlen társa a hölgynek. Nevét is tudják sokan a kutyának. Erre felé még akad bogár is, akinek mond valamit ez a név. Didó. Lakik még erre polgár, aki tudja, hogy Didó a hűség és önfeláldozás mitológiai asszonya, akinek mellesleg a férjét megölték. De Didó gazdáját nem csupán a pozsonyi úton ismerik, hanem mindenütt, ahol még ezen a szomorú magányos nyelven ember beszél, mindenki, aki csak pár évre iskolába tévette tájon, ismeri a hölgy arcát, nevét, tudja, hogy a hölgy számára a pozsonyi út búvó otthoni táj. Ismerik a sokszor leért gondosan belakott legendás kicsiny lakást is, ahonnan Fanni és Didó elindultak a boltba azon a napon. Sokan, akik soha nem jártak ott, tudják, hogy ha a hölgy az ablakához lép, akkor verssorok szállnak a pozsonyi út fölött. Az ablakból egy hegyre látok, engem nem lát a hegy, búvok, tollamból vers szivárog, bár minden egyre megy. Nem élünk olykorban, abba a boltba pozsonyi úti, pesti, magyar lábát be nem teheti többé. Mindentől függetlenül, hogy te esetleg nehezebben tagozótál, azért az a környék, pont ez a Jászai Mari tér újlipótváros eleje, Pozsonyi út eleje. Tele van vagy történetileg is tele van ismert emberekkel. Hát minden házon ugye ott vannak a, a, az emléktáblák, illetve botlató botlatókövek is. Hát közvetlen szomszéd épületnél ott a Radnóti Miklósnak Igen. a bot, botlatóköve van. Ez neked milyen élmény volt? Nekem mai napig is egy picit olyan, mintha egy múzeumban laknék. Pontosan ugyanez. De nem csak a botlatókövek is, nem csak az emléktáblák, hanem a kis üzletek is olyan, olyan, mint hogyha egy skanzenben járkálna az embert. Ezek lassan-lassan felszámolódnak szerintem, így évről évre tünedeznek el ezek a kis tömé, cipész, vagy, vagy szabó. Tehát amikor oda költöztünk egy pár évvel ezelőtt, de még azért most is van sok, hát ez nagyon jellemző volt arra a könyök, és máshol nem nagyon van. Tehát most én a Bródi Sándor utcában lakom, hát ez egy másik, megint egy másik város. Tehát én azt látom, hogy Budapest az 22 kerület, három. vagy 23 kerület, igen, és a kerületeken belül is azok külön városok. Tehát ha csak a 13. kerületet nézzük ott, az város, a Vizafogó és az Angyalföld, ez annyira három különböző rész. Én nagyon sokat bicikliztem, meg jöttem, mentem ott. Tényleg az a szemlőlődés ment. Igen, ez, ez tény, hogy, hogy ilyen, ilyen múzeum jellegű volt a dolog. És ez kicsit egy adott pontom engem zavart is, hogy, hogy valahogy az volt az érzésem, hogy, hogy azok az emberek, akik ott élnek, a, a 13. kerületnek ebben a részében, tehát az Újlipótvárosban, azok nagyjából nem is mennek el onnan sehova. Tehát onnan nem nagyon mozdulnak ki, és magam is észrevettem, hogy nem nagyon mozdulok ki, mert minden ott van. Tehát lemegyek ott a kisbolt, ott a mozi, ott a kocsma, ott van. Tehát minden ott van egy, egy másodpercre főleg a Jászai Mari téren, még a tömegközlekedés. Is. is ott áll, ott van. 50 méterre a lakást. Úgy, nem mozdulok sehova. Tehát én ott, ott be, a kis, nem tudom hány... És ez jó volt, vagy rossz? Ez téged tétet, vagy bezárt valamilyen szempontból, vagy adott egy ilyen megnyugtató kis, fészket? Igen, tehát én azért nagyon igénylem azt, hogy új inspirációk legyenek, és új emberekkel találkozok. Tehát egy idő, idő után igen, az igaz, hogy én nem mentem sehova, de hozzá megjött egy csomó ember. Igen. Tehát folyamatosan a lakás az egy ilyen átjáróházá vált, nagyon, szinte minden este volt ott valaki, vagy reggel. De igen, igen, ez, ez hogy, de volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy az biztos, hogy, hogy, hogy az életem az nem itt fog véget érni. Tehát, igen, tehát tudtad, hogy, hogy egy, ez. ez egy... nem lépni fogok elő, elő vagy utóbb. Hát eleve úgy költöztünk oda, hogy csak idéglenesen költözünk be ebbe a lakásba, sőt, idéglenesen költözünk Magyarországra, mert akkor jöttünk vissza a Vaszögazból, amikor oda beköltöztünk. Igen. És én azt gondoltam, hogy ez egy-két évig fog tartani, egy ilyen családi dolog miatt. Aztán ez elhúzódott, és, és tíz évig laktunk ott és nemrég költöztem el. Te is említetted a Brody Schenler utcát, mennyiben más? Tehát, hogy a, mondjuk az Jászín Maritéri életethez képest? Hát, ez az, 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 tényleg egy másik város. Az, tehát ez... Na, tehát a, a Jászai azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon speciális, meg az Willipót város nagyon egyedi a közegével, az emberekkel együtt, a kisboltokkal, tényleg az egésznek a történelmével, építészetével, tehát így nem nagyon tudnék ilyen hasonlót mondani más ö ö európai nagyvárosban, amilyen ennyire kompakt egybe levő dolog <SZ> lenne. Nyilván nem ismerem annyira, de hogy így tehát ez egy ez, ez ez így speciális dolog. A Brody-Sandor utca az, mint hogyha valahol egy <kül> nagy európai városnak az egyik utcája lenne Berlinben, hogy Párizsban, de az egész Palota negyed és, és, az ötödik kerület fele, az egész térség, ugye ki van pucolva minden, minden rendben, tényleg nagyon jó, és tele van fiatal kül, külföldiek és fiatalok. Tehát ott nem látod azt, hogy ez egy, ez egy falu. Ott egy, 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 egy nagy európai kozmopolita város benyomását kelti az a, az a térség. Egészen a, egészen a Bartók Béla úti kinyúlóan, most már a Gárdonyi térig Igen. végig az egész terület, az, az egy bárhol Európában el tudom ezt képzelni. Hát igen, legalább több, itt 50 ezer diák van csak mondjuk a, a hát műegyetemtől a, a Balota negyed egy És ez, ezek kirajzanak ott mindenhol, uh -huh. uh, és nemzetközi fiatalságban jó érzés azért ott jönni menni. Kicsit, hogy mondjam, az ember elvonatkozhat a politikától, hogy igen, tehát miben egy ilyen, élünk, igen amúgy. hogy miben, él, miben élünk amúgy, akkor egy ilyen illúzió. Egy igen. Úgy, hogy ez így, egyébként ez milyen, milyen jó lenne, ha nem kéne bevenni a boltba is, árakat nézegetni, hogy mennyi? De ha már Budapestről beszélgetünk, Las vegas mondjál nekem valamit, valahogy nem tudom, hát nyilván közhelyesen gondolkozom, de hogy lehet lakni egy vidám Szóval <laughs> igen, ez a, ez az, mm, igen, ezek a prekoncepciók Las vegas kapcsolatban. De Las Vegas az egy ö, nagyon érdekes hely, az én öcsém az ott él húsz éve, és mi is laktunk ott. Hát, ö, ami az embereknek megvan a fejében erről a városról, az, amit mondasz, ez a vidámpark, ö, Nagyjából egy utca és pár mellék utca. Ez kb. olyan, mint a Budapestet a Váci utcával jellemeznénk, hogy az Budapest. Azon túl, tehát ezen a stripen túl, minden irányban egy óriási város fekszik. Két millió most már, vagy kétmillió fölött van a lakossága. Korházokkal, iskolákkal, sportlétesítményekkel. Egy rendesen működő város ami irgalmatlan sebességgel épül. Tehát amikor ott voltunk, éppen néztem statisztikákat, hogy 7 másodpercenként épül egy új ház. Ez amúgy egy sivatag közepén Sivatan van? Sivatag közepén van. Egyébként az sem teljesen igaz, mert a Vegas, benne a nevém, és a vegetációt jelent, tehát ott eleve ez egy oázis, oázis, mert földalatti vízkészletek vannak. Meg hát ott a Colorado, ami fel van duzzasztva, Hát alapvetően egy, 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 egy ö, 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 nagy, ö, kényelmes, jó működő város, kényelmes, ezt olyan értelemben mondom, hogy nincsenek dugók, mint Los Angelesben. Ö, mert vadonatúj autópályák vannak, nagyon szélesek, és, és nagyon gyorsan el lehet jutni bárhova. Nincs társaság ilyesmi társaság, de ez az egész társadalmi jellemző, amerikai társadalmi jellemző, hogy ott, ott nem olyan, hogy kilép az ember az utcára, mint az új városba vagy bárhol Budapesten. Tehát ez Budapesten, ez, ez valószínűleg ez a legjobb. Ez a legjobb, hogy, hogy tényleg nem, nem kell egyeztetni időpontokat, hogyha találkozni akarsz valakivel, mert csak kettőt sétálsz, és, és már is bele, valaki be ott Amerikába, ez, ez, ez nagyon nem, nem megy. Mindegy, tehát Vegas az ilyen, és és ott, tehát a, a maga a strippen történő dolgok, azok, azok egy félig meddig kulturális dolgok, show, és hát a Cirque du soleil ezt nem tudom, minek nevezzük, színháznak, tehát ott, ott van a központja, igen. az öcsém az ott, igen, ott igen. játszott éveken keresztül, és nagyon sok a betöltetlen terület, tehát nem tudná az nem is, egy európai nem is tudná elképzelni azt, hogy mennyi minden nincs még ott kitalálva. Tehát volt egy ismerősünk, magyar, kiment oda, kajakozott itt Magyarországon, hát, hogy van egy tó, ott a Huverdemnek a, a Lake Mid, ahol nem csinálnak semmit, időnként elmennek az emberek ott csónakázgatni, hát csináljuk egy kajakklubot, csinált egy kajakklubot, és, és hát nagyon, nagyon, nagyon jól megy neki. Nincs színház, nincs, tehát nincs semmi, tehát nincs egy csomó minden kialakulva. Ez egy, ez, ez, a, ez a város, ez száz ez évvel ezelőtt, nem is száz, hát kb. száz évvel ezelőtt, ez egy húszezres kisváros volt. És, ez alatt a száz év alatt nőtt föl két millióra, tíz évente duplázódott meg a lakossága. Valahol azt olvastam, hogy ahogy mondjuk Romulus és Rémus megalapította Rómát az ősidőkben, ugye a Las az az alapította meg, aki feltalálta a légkondicionálót. <laughs> <laughs> tehát <laughs> olyan ja. nem működne az a város. Ja, hát egyébként egyáltalán. Tehát az van, hogy nyáron az pokol. 50 fok, de nem viccelek, tehát 50-51 fok körül van. Tényleg a kocsiból rohanva az égő betonon kell befutni a, az üvegezett légkondicionált terekbe. De... Ez hasonló Dubajhoz, mert ott is ez, ez a... Igen. Elég... és akkor az a ősz, tél, tavasz, az pedig nagyon-nagyon kellemes. Igen, szóval van. Ez ilyen 20, Persze, ilyen 22 fokos, tehát ilyen nagyon kellemes, száraz, tiszta van ott. Mondod, hogy 30 éve nem... 30 éve élsz Budapesten, mm. de még mindig nem lett a városod. Mm. Ebben nincsen benne az is, hogy például a színházadban majd napig a gyerekkori haverjaiddal játszol? <laughs> Tehát de az is is de, a az az is benne van. Hát, e, Egyrésztől ez van, hogy a gyerekkori haverjaimé játszom, másrésztől pedig, ha filmeket nézzük, akkor meg folyamatosan nemzetközi filmeket csináltam. Angolokkal, amerikaiakkal, románokkal, szlovákokkal, tehát hogy, hogy olaszokkal fogok most. Tehát. És persze budapestiekkel is dolgozom, de én nem, én pontosan ezt nem tudom. Azt, azt tudom, azt tudom, hogy ha filmet képzelek el, például akkor itt egyszerűen nem látok képet. Nem látok jó filmképet Budapesten. Nagyon-nagyon nehéz nekem itt jó filmképet találni, mert minden nagyon ö, eklektikus, ö, zajos. Ö, valamit ki kéne onnan szedni, vagy hozzá kéne tenni, vagy, vagy ki kéne ritkítani, vagy ö, egy, egy, egy jó. Tehát nagyon, de ez csak az én szemem. Tehát nyilvánvalóan más millióan, akik Budapesten csináltak filmeket, ők jó film képeket csináltak, az én szemem... De ez azért furcsa nekem, amit mondasz, mert hiszem, hát Budapest kifejezetten mit... ebben, a, ebben tündököl, hogy ő tud lenni Párizs, Berlin, Róma, Igen. amit akarsz, ő mindig egy gyönyörű, de, London... de Ez egy általános, általános városkép, és egy, az, az, a... Az, tehát, hogy az, az én, tudom én, filmes Uh, univerzumomban ez egyszerűen nem, 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 nem találkozik. Tehát uh, nem is forgattam itt filmet, talán egy filmet forgattam, akkor is uh, nagy részét díszletekben megépítettük. Ez az Off Hollywood című uh, ilyen uh, hát, uh, játékfilm hosszúságú tévéfilm volt. Egyébként nem forgattam itt filmet, illetve amit forgattunk most uh, uh, az Ernelláig farkaséknál, amit a az Újlipót városban, abban a lakásban, ahol te gyerekkorodat töltötted, ott forgattuk le, az is egy lakás, tehát abban nem látod, hogy ez Budapest. Tehát ez, ja, ez... látod? Hát van, a, igen, van. mert az ablakban vannak jelenetek, igen, picit, és akkor... Picit picit látod. Ennek az... Most leforgattuk a másik kettő, a, a, a trilógiának a másik két részét, a, a Kálmán és az Egy százalék indiát, mind egy-egy lakásban, de egy lakásban, tehát nem, 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 látszik a város. Mondjuk az érdekes, hogy a, a az egyszerződik indiánt azt az utolsó pillanatig nem találtuk meg a helyszínt, hogy hol forgassuk, és nem akartam, tehát ez egy trilógia, és nem akartam azt, hogy mindegyik ugyanabban a lakásban forogjon, sőt, addigra már el is költöztünk abból a lakásból, és most mind a, hár, tehát három film különböző lakásokban van. És a harmadikra nem találtuk meg a helyszínt, és már, már ott gondolkoztunk, hogy hát mégiscsak a, meg kéne, ott vissza kéne menni, átfestjük, most már nincs más lehetőség, és akkor eladjuk egy másik lakásnak. Utolsó pillanatban bejelentkezett valaki, és az Antal Józsefnek a villája lett. No fel. Ott áll üresen. És ez, a, ez merre van? Valahol ott az M3-as kivezető szakaszánál jobbra, ott valami rákos, valami, ott van egy ilyen régi villa. Ott élt Antal József. Igen, ott nőtt Nem fel. Budán. Ott, Jó, hogy az, ott, még az, idős a József és a Szenzi fia. Aha. Aha. Hát ott nőtt föl. Értem. Ott nőtt föl. És, és még ott voltak a régi bútorok, mi azt kicsit ugye arrébb tologattuk, ott áll az a villa. Nagyon furcsa. Igen, próbálták ott eladni, vagy azt, azt mondta ott az ember. Burcsa. De azért a lakások is elég jellegzetesek lehetnek, mondjuk pont a Jászai Mari téri, mint egy ilyen Bauhaus épület, vagy úgynevezett úgy Bauhaus épület, a viszonylag alacsony belmagasságával nem reprezentálja a budapesti lakásokat, de azért mm. egy budapesti lakás általában úgy néz ki, hogy előszoba, a végén van a nagyszoba, jobbra az egyik hálószoba, balra egy másik hálószoba, és valahogy ezekre ráfűzve a konyha, egyébek, és ez ugyanannyira karakteres, mint mondjuk a Woody ennek a Férjek és Feleségekben, a, ez a Manhattani lakás, hogy igen. iszonyú pici, hát mindenki ott szorong a terekbe. és az, ugye nem látjuk menhetten, vagy nem tudom, hogy abban a filmben látjuk-e Manhattan, de a lakásról tudható. De látszik, hogy nagyon amerikai, igen, igen, hogy ez menhetten. ja, ja, ja. Egyébként sem bőtött még valami, hogy ez a Budapesttel kapcsolatos <laughs> <laughs> diszonáns érzések sora, hogy, hogy ugye mi Debrecenben nőttünk föl, és vadonatúj volt minden, amiben mi fölnőttünk. Tehát akkor építették. Lakótelepen? Lakótelep. Lakótelep, de úgy, hogy, hogy, hogy még a, a, igen, Aha. igen, és a linoleumnak is még a mai napig Aha. benne van az orromban a szaga, amikor belépünk a teljesen üres lakásba, a kis falusi házból, Aha. egyébként faluból kisfalusi házból, és óriásinak láttam azokat az ablakokat. És euh, nincsenek fák, csak ezek a, ezek a panelházak, és egy-egy helyen még ott vannak a gödrök kiásva, aztán később mi ott játszottunk ezekbe a gödrökbe. És minden új, új a kilincs, új a lépcső, minden, minden vadonat új. Ahogy az iskolában mentünk, tehát az út végig, az iskoláig, a beton, a, mint hogyha egy ilyen Hogyha most kéne jellemző, hogy bekerülne az ember egy ilyen, egy ilyen számítógépes játékba, egy ilyen egy 3D-s tervbe. Yeah. És az iskolában is ugyanez volt a, a, a termek, a tornaterem is. És amikor jöttünk Budapestre, ö, ö, például edzőtáborba vagy versenyezni, a KSI-be, minden olyan ócskának, olyan, ö, olyan szegénynek, és büdösnek, és mocskosnak ö, tűnt. Tehát én nem, is, nem is értettük azt, hogy, hogy a nagy kásisek, hogy hogy milyen, milyen, kö, milyen környezetben ö, ö, az öltözőjük hogy néz ki. Tehát minden olyan... olyan milyen modernnek éreztük magunkat hát, ebben a, ebben a, ebben a lakó, lakótelepiséggel együtt. És ahogy a nagyanyámhoz jött, mert a nagyanyám is Debreceni volt, vagy Debrecenben él, de aztán Budán, a, itt egyébként nem messze ide, a Fészek utcába, a, építettek, vagy vettek egy villát, azt arra ráépítettek, még egy nagy kupolát is volt, egy nagy 6 méteres kupolája a, a villának. És ott is laktam egy ideig, és ez tele volt ilyen antik bútorokkal, de, de ilyen ilyen járatok voltak, tehát ilyen labirintusszerűen, <laughs> nagyanyám azzal kereskedett, és annak is valamilyen dohos, avit, ócska, uh, én nem láttam az értékét ennek egyáltalán. Nem látom, hogy ez a villa ez értékes lenne, meg hogy ez szép lenne. Ezeket a házakat se láttam szépnek. Ezeket a szürke, omladozó vakolatú, akkor még Budapest az egészen más, máshogy nézett ki a 90-es évek legelején. Mindenhol tényleg bokáig a kutyaszarba lehetett csak végig menni az utcát, Ez mert... nem sokat változott. De azért az változott. Azért az Új mindenképpen. tehát, hogy, hogy, tényleg most már mindenki összeszedde a kis alatt. De, de nekem ez, ez, ez valószínűleg így bennem maradt. És ö, ö, bennem maradt, hogy ez egy ilyen, Ilyen, De van egy, egy ilyen lehetás. ócska, egy ilyen ócska koszos, büdös, régi, avit romos. És ezekben a romokban, a romokon élnek az emberek a, egyébként a, husza, a, a, a a száz évvel, vagy nem tudom hány évvel ezelőtti igényeknek épült romokban, épül a mai modell. A, 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 Él a mai modern ember, akiknek, akinek teljes, akiknek teljesen mások az igényei, és próbálja ezeket az igényeket valahogy ahhoz idomítani, ami a régi, vagy pedig hát rengeteg. Egyébként ez a hal, ez egy tipikus ilyen ezekben a lakásokban, Igen. amit mondasz. Hogy ez egy értelmetlen, azt sem értettem sose a unokatestvéreimmel. Egy átmeneti tér, aminek nincs ablaka? Melyek nincs ablaka. Ez az átmeneti Te tér. Éveket közöttem. töltöttetek el a nagyanyám még halljával. Igen, de az ott valahogy ki volt, ki volt bontva egy ilyen konyha felé, és sose tudtunk azzal ott mit kezdeni, mert sötét volt. Tehát én próbáltam ilyen tükrökkel bevezetni a fényt az ablak felől. Az igaz, hogy ott mindig kellett égen a nappal, Mindig kellett égen a villan, igen. Na, szóval ezek a benyomások voltak. Ja. Van egy versünk Petri Györgytől, Pál András ö, tolmácsolásában, ha az ember. Petri György, ha az ember. Ha az ember a Battyányi utcában lakik 31 néhány éve, és megért egy néhány miniszterelnököt, óhatatlanul elgondolkodik a vég mikéntjeiről, módozatairól. Én szurkolok magamnak, hogy mint Battyányi utca 23 on példaképem, féltérden ham, bekapjam az elmés olmot. És olmos elmémben, amikor a beszélő központig ér a mindent gyógyító ércskúp, kambron szava döngjön az agy vízhangos folyosóin. Persze, hiszem, hogy erre nem kerül sor. Szeretnék Ákozd, is a szeg után a honvédmen helyen egy poloskamentes vaságyat, egy karbolszagú folyosót, ahol büszkén mélázva pöfékelem a hálás hazacsik adományait. Vagy álmok ne továbbja, gondolok adókedvezményes debérletre. Visszatérve erre a hogyan élünk a romokon, romokban, egy hajdan volt talán pompás világnak a maradékán, nem tudom. Ez azért egy iszonyú erős kép, és mondott hogy nem találod a Budapest látványt, vagy a Budapestben nem találod meg a saját látványodat. Ez, ez, ez nem indít meg, vagy nem indít el? Egyébként ez igen, csak akkor ezt már így klisének tartanám, azt hiszem. Mert nagyon sok ilyen típusú fiú. Tehát én a, a, nyomort azt hát legalábbis nem így, nem így mutatnám, mert nagyon érdekes az, amikor, amikor az ember hosszabb idő után megérkezik Budapestre, mondjuk egy, egy évet elég eltölteni máshol, nem feltétlenül kell nyugatra menni, elég, elég csak keletre. Nagyon-nagyon speciális érzés belépni a városba. A repülőtér felül is, legalábbis nekem minden nagyon, nagyon speciális érzés volt. Tehát ilyen álomszerű az, hogy ez, az, az, hogy ez a, ez a tehát az, hogy ezekben, a, ezekben az épületekben emberek élnek. Tehát nekem ez, ez teljesen fontos. A reptéri bevezető út mentén. Hát igen, az út mentén, hogy ott, ott emberek élnek ezekben a romos épületekben. Tehát az első benyomása minden külföldének, aki jön ebbe a városba be a repülőtér felől. Én volt, hogy amerikaiakkal jöttem, és így, így hát ez így lenyűgöző egyszerre, hogy <laughs> hogy, hogy hogy ilyen időutazás jellege van, és aztán persze, amikor már bejön az ember a belvárosba, akkor pedig ott van egy, be vannak a dolgok. De nagyon csalóka az egész, hogy a belváros az meg van csinálva, és ott kimész a perifériára, ott pedig ez van. Tehát ahogy az m 3 os felé, mész kifele, az egész, ott is éltem az agglomerációban elég sokat, Mogyoród és Fót között van egy nagyon furcsa terület, az a neve, hogy Kukukhegy, és onnan rengetegen járnak be Budapestre, dolgozni, tehát igazából Budapest része az is 16 km van, de Budapest része. Filmjárat építettek oda hoz a filmstúdiókat, és az a terület az, az nagyon é... tehát, hogy na ott látok vizuális, vizuális lehetőségeket, mert ott olyan, olyan gátlástalanul és és ellenőrizetlenül épült minden, ami az embereknek az eszébe jutott, hogy az valami elképesztő. Az végre tetszik. Az valami elképesztő. Az anyagoknak a teljes káosza, egymásba rakása, a szemétnek, a, az ízléstelenségnek. Tehát, tehát nagyon, nagyon például az emberek úgy közlekednek ott, hogy van egy átfolyó csatorna az autópálya alatt, és ugye nincs, nem tudsz egyik helyet, tehát az autópálya elválasztja ezt a, ezt a két területét ennek a Kukukhegynek nevezett résznek. És csak úgy tudsz átmenni hogy az autópálya alatt ebbe az esővíz folyó, folyó csatornában. És az emberek ott közlekednek, ilyen meghajlott háttal, de a biciklivel vagy a motorral a postás is ott megy át, mert egyszerűbb, mint megkerülni neki a az elezés. egészet, nem tudom hányat. És ott, ott rendesen az egy dolog, hogy amikor az autópálya alatt mész, akkor a csatornában mész, így lehajtott fejjel, de ami onnan kijön, az út és egy ilyen, ilyen csatornak, így kikövezett egy csatorna elég sokáig. E, és akkor az elvezet mondjuk az egyik házhoz, ami meg óriási magas feszültség pilon alá van beépítve, de az benne van, benn van a kertben, az a pilon. Édes Például e, konténerbe. És ez is Budapest. Tehát ez Budapesthez tartozik, az e, és egyre többen költöznek ki, mert nincs annyi pénz, hogy, hogy akár egy panellakást is vegyen magának. Hát most már elszálltak a panelára. A, a panelállak el. is elszálltak, és akkor ott legalább egy kis kertje van. Ezek a régi ö, katonáknak kiszórt nyaralók voltak uh -huh. ezek, ö, ilyen nadrág parcellák, és akkor arra kezdtek el ráépítgetni, mondom teljesen ellenőrizetlenül, hogy hogy mit. Tehát ez egy. Ö, van olyan, hogy ott nem messze a zene, vagy Sikátor Puszta, egy Kócián nevű gazdálkodó, aki oda állatkertet épített, vagy van egy valami saját állatkertje is. Tehát ez, 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 ez találkozik, és az emberre jött kvadokkal vadokkal euh, terrorizálják a kö környéken élőket. <laughs> Tehát jó, jó, erős vidék. Ez, <laughs> igen, igen. Ezt tetszik, és egy picit föl is idézi azt, amiről itt ebben a sorozatban sokszor is beszéltünk, hogy amikor Budapest egyáltalán létrejött az első idők, ugyanezek a vadállapotok voltak, ugyanilyen összenem illeszthető egyéni vágyakkal, mint mondjuk most mondtad ezt a, ezt az állatkert tulajdonost, aki valamit gondol a világról, meg a saját helyéről, a szerepéről azon belül, és ő ott egy vá állatkertet, akkor ezek szerint létrehozni. Meg akkor jön a nagy, nagy infrastruktúra, meg a nagy állami hatóság, Igen. meg egyébként, és akkor berakja a kertbe az elektromos pillant, aztán, hát, győzött. vagy az óriás e... plakát ott van a másik kertbe, ami az autópályára néz, tehát az, az nyírja alatta a füvet a, az ember. Tehát ott, 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 ott vannak ilyen, tehát ki lehet, ki lehet a, a a jelenetet vagy a helyzetet. Tehát én is akkor azt akartam mondani, hogy a másik irányból, hogyha mondjuk a nyugati felől jövök be a városba, akkor pedig egy ilyen egy ilyen, egy ilyen vadember tömeggel szembesül az ember. Tehát az a nyugati, az akárhogy is próbálják ott konszolidálni, és az továbbra is ugyanolyan, mint 10 vagy 20, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt, mint, mint, mint tehát én nekem mindig ilyen színes emberszemek, és az emberszemekben pedig eh, valahogy egy ilyen pszichopatikus veszély eh, eh, érzet van, hogy bármikor, bármikor bárki eh, rád eh, üvölthet, ronthat, és ez meg is történik legkésőbb, akkor, amikor felszállok a villamosra, a négyes es 6 Ott már biztos. Ott már biztosan. Tehát, hogy ezt mondjuk, ezt a ezt a, ezt a mm, veszélyérzetet, és csak attól, hogy maga a ritmus, az embereknek a feje, az arcberendezése, a tekinteteknek a, 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 a feszültsége, ezt, ezt valahogy más városokban azért sose éreztem. Tehát éreztem valamilyen valamilyen tempót, ritmust, de ezt a, ezt a ne, nervózus, nyug, nyugtalan, ideges, mondom már már pszichopata Uh, uh, vibrációt, ezt, ezt, ezt nem. És ott azon a környéken, persze nem egész Budapestre jellemző ez. Tehát feljön az ember ide, és akkor itt nem találkozó semmilyen. Tehát ha Budapestről beszélünk, akkor tényleg egy ezer arcú <coughs> városról beszélünk, de az a terület speciál ilyen. És uh, azt kell mondjam, hogy bármikor, tehát uh, főleg a délutáni, én nagyon sokat jártam arra, mert Debrecenből folyamatosan onnan. És nem a keletibe szoktál volt be Nem, 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 Oda, oda. Meg hát közel volt a Jászaihoz is, meg a, a dolgokat a West intéztük, a plázában, mindenféle ilyen jótoros dolgokat is. És, és az a kis terület, az, 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 az valahogy, mindig az volt, hogy hogy egyrészt szerettem bemenni, mert szerettem ezt egy kicsit megélni, meg átmenni ezen, megfigyelni az embereket, de amikor nem olyan hangulatban voltam, inkább kerültem egy nagyot. És úgy, úgy mentem a, a hátra a vesztenthez, hogy ezt a aluljárót 4-6-os körüli nyugati elő, előtti területet hogy valahogy így kerüljem el. Szerinted van ilyen, hogy budapest ember? Mert most amit leírtál, itt megjelenik egyfajta ember, ami lehet, hogy a Budapest és a nem Budapest közötti csattanásból keletkezik az a feszültség, ami ezekbe a szemekbe bennem, mm. nem tudom, ezt te tudod. Mm. De hogy... Hát ez, ez szerintem az egy nagyon-nagyon vegyes massza, ott ki tudja, kik vannak ott, szerintem ott, ott olyan embereket lehet látni, akik valószínűleg akkor szabadultak börtönből, ott vannak a hajléktalanok, akkor ö, akik helyi emberek is, akik éppen átmennek a, a, a Jászai felé, vagy mennek Budára. Tehát ott, ott az egy nagyon vegyes dolog. Vidékiek jönnek a, a, a állomásról, jönnek felvidékről. Azok, inkább azt mondom, azok ott a magyarok. Úgy egybe. Mm -hmm. Ott a nyugati előtt. Ott az a magyarok. Mm -hmm. A budapesti az, az, az nekem az, az valami teljesen más dolog. Ez teljesen más dolog, mint hogy Budapest az egy másik ország tehát az egyértelmű, mostanra aztán végképp egyértelmű, hogy, hogy, hogy amikor Magyarországról beszélünk, akkor két dologról beszélünk. Egyrészt beszélünk Budapestről, ami az, ami az összes többi városhoz nem hasonlítható, méreteiben sem, és, és arculatában semmiben. Nem. Viszont az összes többi vidéki város meg hasonlítható egymásra. Tehát nagyon azonos ritmusok, hangulatok vannak, tök mindegy, hogy az ember Szegedre megy, Debrecenben Miskolcra. Tehát, hogy Budapest, ez egy óriási nagy különbség, egy városállam. És az a budapesti ember nekem az, az hát amikor gyerek voltam, és megjelent, Budapest, megjelent Debrecenben egy budapesti ember, az ilyen rendkívül irritáló volt. És miért, mit, mit, képvisel egy budapesti, uh, mondjuk Debrecenben? De Egyébként szerintem általában a vidékiek számára ez irritáló. Igen, igen. Uh, irritáló a, a, az akcentus az akcentus, Az igen, Debrecenben van ez a karakteres de nem csak, hajdon, de igen, de az nagyon durva az akcentus, tehát igen. Nagyon durva tájszólás De nagyon, nagyon, haj, tehát nagyon, és nem csak ott, hanem mit tudom én, Nyíregyházán is, igen. vagy az egész keleti térségben. De a budapesti akcentus a debreceni fülnek, vagy a vidéki fülnek az nagyon irritáló nyegle. Nyegle, nagyképű, arrogáns. Aha. Ez, 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 jön, ez jön le elsőre. És aztán nekem egy idő után, amikor megismertem ezeket az embereket, fontosan védenem kellett a budapesti, a budapestieket, hogy hát arról ő nem tehet, hogy itt él, és mi sem tehetünk arról, hogy mi úgy beszéltünk, ahogy beszélt, vagy én úgy beszélek, most nem beszélek abban az, abban az akcentusban, Igen. vagy abban a tájszólásban, de hát ott nőttünk föl és most már a gyerekeim is budapesti akcentussal beszélnek. Egy eleinte próbáltam, ne, ne, hogy jön haza, az, és, használja ezt a, ezt a o, o helyett a betűt mond, tehát hogy vagy helyet hagy vagy, Aha. Igen. <laughs> áll a nyeglén, és ez, és ez, ez, <gül> <gül> az, az, hogy vagy. <laughs> és ez, ez de közben pedig a másik, másik oldalon pedig van egy van egy szerintem egy abszolút imponáló, imponáló érdeklődő magabiztosság, amit, amit én nagyon szeretek, hogy egy, kultúr, egy olyan kultúráltság, ami, ami a nagyvárosokra jellemző. Tehát, hogy bármelyik európai nagyvárosi ember, tehát, hogy ez, hogy ez itt ez jelen van. És persze, nyilván az értelmiségről beszélek ilyenkor, mert mondom, itt most nem lehet összehasonlítani a békás megyeri ö, ö, populációt a, a, az itteni budai populációval, vagy az újlipótvárosival, tehát nagyon-nagyon más. De viszont van egy, van egy mondjuk egy művészértelmiség, budape, budapesti, budapesti művész az szerintem egy, az egy nagyon különleges valami. Nagyon különleges minden szempontból. Tehát én, én ilyen rajongója, ilyen rajongója voltam ennek, meg vagyok most nem, tudok, nem tudom azt mondani, hogy most vagyok, mert valamilyen szinten részese vagyok ennek az Igen. egésznek, de hát fiatal koromban rajongója voltam. Az Andelgránnak is, azok is nagyrészt Budapestről jöttek, ezek a budapesti gátlástalanság van benne, tehát gátlástalanság. Igen. Tehát nincs, azt nagyon szeretem, hogy amikor jól működik, hogy nincs fék. Tehát át tudja lépni azokat a határokat, a popzenében is például. Uh -huh. Debrecen de meg mondjuk a heavy metált hozta. Hát ez, abban. Egyébként ez, ez, ez érdekes. És általában, nem, nem az, hogy általában a vidéki városokra is igen. nem csak Magyarországon, hanem, hanem más a skandináv területeken is. Hogy a vidéken valahogy nagyon szeretik a, a blues meg a metált. Tehát ez az, az a Finországtól kezdve, de Amerikában is ezekből a, a, a vidéki városokból jön egy csomó metálzenekar. Egyébként előbb <kül> mondtad azt, hogy mennyire hasonló Debrecen, Miskolc, Szegec, szóval, hogy ezeknek van egy hasonlóság, és akkor eszembe jutott, hogy Pécs, mert az a szívemhez közel álló hely, azért egy picit kilóg ebből, és a zenei világában is. Tehát, hogy onnan azért jön a underground. Igen, igen. Igen, az, az, az egy kicsit más. De nem tudom, hogy most más-e. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy más volt de az utóbbi időben akkor a változáson ment keresztül a vidék is, tehát padlógáz rükverc 30 év, Igen. Azt, az, nagyon kemény, tehát Igen. akárhogy is vannak kipofozva a, a, központok sok pénzből, ez mentálisan egyszerűen nem, tehát most, most, most belemehetünk ebbe, de, de itt a lényegről van szó, hogy hogy nagyon sok idő telt el, amióta lecsattintották azokat a nagyvárosokat, amik a kultúrás centrumok voltak. a, a Kolozsvár, Pozsony, Kolozsvár -Pozsony yeah. Kassa, Szabadka, Nagyvárad stb. És nagyon sok idő időnk lett volna rá, hogy új kultúrás központokat hozzunk létre ezek helyén. Mert ugye ezeknek a kultúrás központoknak a vonzás körzetében volt mondjuk Debrecen, a, a Nagyvárad vonzás közöttében, Miskolc meg Kassa vonzás közöttében, Szeged meg Szabadka vonzás közöttében. De, de nem történt meg az, hogy mondjuk Debrecenből lett egy kulturális központ, vagy Miskolcból lett egy kulturális központ, úgy kulturális központ, hogy a, a, annak az értelmezhető úgy, hogy az ember ott éljen, hogy legyen értelme oda menni, mint mondjuk Kolozsváron. Kolozsvárra nem úgy gondol az ember, hogy na, akkor megyek és eltemetem magamat Kolozsváron. Majd az ember nem egy vidékre, ha kultúrális szempontból nézem, mondjuk művészeti vagy szempontból nézem, nem megyek bármilyen kisvárosba, csak egy, csak egy, csak úgy tudom elképzelni, mint valami missziót, hogy ott valamit kéne csinálni, mozdítani, nem pedig úgy, mint lehetőséget hogy ott már van valami, és, és ott hív engem valami. Hív engem valami, mert ott egy jó kulturális mozgás van. És ez nem lélekszám kérdés. Ez, ez Amerikában például ott van Santa Fe, ami egy 60 ezes kisváros, de, de az egy e, e, világszínvonalú képzőművészeti e, e, központ, kultúrális központ, fesztiválokkal folyamatos e, e Ez nem, nem, nem ennek a kérdése. És beszélgettem is szlovákokkal ezzel kapcsolatban, hogy hát, hát ők, ők persze máshogy látják ezt, de és mondjuk, hogy épp lett volna időtük. Lett volna időtük megcsinálni. Száz év már egy idő. Ezzel sok mindent lehetett volna. Van egy szövegünk Grecsó Krisztiántól. 42 év, 26 nap, 10 óra és 37 perc. Porogi Ádám mondja el. Grecsó Krisztián: 42 év, 26 nap, 10 óra és 37 perc. Három ingázó járat botorkál be a nyugatiba abban a pillanatban. Nyári esős délelőtt. Zúdul az agglomerációs tömeg, mint a folyó a torkolatban. Oldódik a kültelkek léha magánya a belváros ingerült magányába. Ilyenkor egy pillanatig még látszik a magasból, ahogy elkülönül az édes víz meg a sós, de aztán egyneműek lesznek, ahogy a népek is, vác, bag, sárisáp, aszód, iklad, és egy pillanat múlva a Ferdinánd felüljáró hídról nézve, legyen most az a kijelölt pont, ahonnan figyelem az érkezésüket, ahonnan nézve történik ez az egész, ők már egységes, felszínesen mondva jellegzetes, ami önmaga ellentétét is jelenti, vagyis nem jelent semmit, hát legyen akkor jellegtelen, fővárosi tömeg ádázöles léptek, szapora léptek és apró kopogós léptek, meg kilengés, amplitúdó, kerülgetés, délelőtt tíz óra, vagy talán egy lehelettel több, mennek a délutános műszakra, az esti műszakra, a nem létező műszakra, mindegy. Hogy maradt még mindig ennyi ember a külvárosban, akik beférnek ide? Ágit neki lökik az egyik tartó oszlopnak, amin a járda szigetet néhol fedő gyatra repedezett nog. Egy szimat szatyros, farmerzsek is gyógyfüves, szakadt férfi az. Hátra se néz, hámlik a fejbőr a kopasz búbján. Áginak egyébként is emlékezetesen rossz délelőttje van. Ezt én, a minden tudó beszélő tudom, a kifolyatom magamból az időt itt a hídon. Ági párja sofőr, Kamionos a kanya, így mondják a pultos srácok a hamburgeresnél, ahol dolgozik. Ahol eltelik rajta az idő, ami persze a délinél bír lenni, és oda asszódról nem megy járat, mert akkor oda-vissza nyerne egy órát, ami irgalmatlan sok. Szóval a párja ma reggel indult el, és csak azt kérte, hogy indulás előtt igazán csak egy gyors könnyítés, dugja be a fejét a paplan alá. Az egész egy perc, és ő már itt sincs utána de Jánoska megint benyitott, és megint olyankor nyitott be, amikor neki pumpált a paplan alatt a feje. Ez a második alkalom, és ez valamiért még kellemetlenebb, mint az első. Egész testén viszket a bőre, amikor erre gondol. Még én, aki személyesen nem is ismerem, én is kellemetlenül érzem magam. Ági gyereke 13, és gyötrelmesen kamaszodik. Ha felszívja magát valamin, három-négy napig nem lehet szólni hozzá de Gábor sem mehet úgy el, hogy nem kapja meg a magáét, mert három hét ridegen, hosszú idő. Az alatt megváltozik a világ. Megunom itt nézni, meg a szégyenét, a szomorúságát. Pedig a fia beleköpött a mosogatóba, hogy reggel kijött a hálóból, és csak idő kérdése, hogy mondjon is valami olyasmit, amit az apja szokott, ha a volt feleségére, vagyis Ágira keveredik a szó. János, Ági volt férje, különben alig néhány méterre van most Ágitól. A nyugati előtt üti a melós eskort kormányát, mert a gyalogosok a piroson is ömlenek át, és olyan, de olyan felszabadító, gyönyörű, édes dolog lenne közéjük hajtani. És egyszer, ebben a rohadék életben egyszer biztosan meg fogja tenni. Úgy sincs semmi öröme, élete főművét, a verandás házat is ott kellett hagynia a volt nejének, aki egy igazi ribanc. Milyen pompás az a kégli aszód mellett egy kicsivel domony felé. Ági ebben a pillanatban leporolja magát, és már nem keresi szemével a szimatszatyros, farmerzsek is gyógyfüves szakadt férfit, hogy elküldje oda, hová való. Arra gondol, mennyire imádott a dob utcában alakni. Mégis bedőlt a volt férjének, kimentek oda a vakfenébe, és egy évben egyszer sem ültek ki a kertbe, de még az örökösen emlegetett verandára se nagyon csak virít a gaz, és fél évig sem tartotta már kiköltözéskor is alig működő önáltatás. Ugye, fél óra. Mert háztól házig másfél. És az meg mindegy, hogy harminc percig megy a vonat, mert nem jön minden pillanatban, és nem az állomáson laknak, és még csak nem is ott dolgozik. Vagyis, dehogy nem, csak nem ezen az állomáson. Én közben megfordulok, talán sohasem látom többé Ágit, se Jánost. És persze nem is láttam soha hiszen nem léteznek. Vagy ha igen, nem tudok róluk. A korláton alakzatban araszolnak a poloskák. Valamiért úgy sejtem, nem szeretik az esőt. Rongyos idő van. Szemetel az eső. 2018. június 14. 10 óra 34 perc. Én, GK, a minden tudó elbeszélő, Látom, hogy egy öreg a személygép kocsi gurul a Ferdinánd felüljáró hídon. Még egyszer ránézek az órámra. 35. Az autó hátsó ülésén frissen borotvált nyakkal, ápolt szakállal, kialvatlanul ott ül egy negyvenes férfi. Grusznak hívják, szerkesztő. A munkahelyére tart lapindító értekezletre. A grusz a beceneve, de mindenki így hívja, rajta ragadt, ezt az értelmetlen szót mondta ki életében először, sőt az édesanyja szerint hónapokig ezzel kommunikált. Rámutatott valamire, Grusz, Grusz. Grusz könnyű embernek hiszi magát, ezért nehéz vele. Mindig előbb bocsát meg magának, mint akit megsértett. Mániái kényszerei is egyben. Kíméletlen magával, amikor dolgozik, és hetente legalább négyszer gyötri magát a sporttal is. Mindig többet akar, és mindig megfogadja, legközelebb nem akar majd többet. Aztán elkezd futni, és nem tud megállni. Látom, hogy a szakállát babrálja, a nyakához nyúl. Ó, dehogy, nem csak látom, érzem is, ahogy Bólint a fejével helyesel valamit. Két kollégája ül elől az öreg tojotában éppen ági előtt nyílik ki a metró ajtaja. Megint majdnem meglökik, mintha az a kajla kamasz, aki az ajtó előtt feszített, direkt neki akart volna menni. De Ági kis szerencsével és jó ütemérzékkel a nyugatiból magával hozott düvel félre húzódik előle. A fiú válla olyannyira számított az ütközésre, hogy tehetetlenül meglódul, majdnem elesik. Ezt Ági nem látja, pedig kiválóan szórakozna rajta, de éppen belép az ázott szagú metrókocsiba. Grus a negyvenes férfi, még ez alatt is éppen bólint. Igen, ez egy ilyen hosszú másodperc. Ami közben eltelt Ágival, az nem telt el vele. Különben is az összefüggések miatt mondom el ezeket, hogy lássa, mi minden történt még abban a pillanatban, amikor a fejdőlése miatt Grusznak valami gyanús lett, mert nem tudott úgy megdőlni a feje, ahogy megdőlésre rendesen képes. Jánosék most érnek oda a Balaton utcába. És a tulaj persze nem foglalt parkolót. Két háztömbel arrébról lehet cipelni az álványos körfűrészt. És ezt a cipelést, a pulzáló térdet, a lumbágos derekat, a fájdalmat, hogy estére sajogni fog, soha a redvás életbe meg nem fizeti senki. Amikor pedig csak annyi volt a tulajdolga, hogy lehozon egy dobozt vagy széket, Persze, amikor meglátja majd a körfűrészt, azt fogja mondani, nem gondolta volna, hogy ekkora. És ha gondolta volna, akkor lebattyogott volna reggel, amikor ürültek a helyek, mert indultak dolgukra a lakók, és még nem jöttek a kerületben dolgozók. Itt senki fájdalma nem érdekel senkit soha. Erre gondol János. Talán Grusz is erre gondol. Ezt onnan a hídról nem tudnám megmondani. Még mindig onnan beszélek. 10 óra 37 perc van. Látom, hogy Grusz oda nyúl a nyakához. Az öreg Toyota lassan jobbra fordul, az Izabella utcai lehajtó felé, hogy miután átgurult a Podmanicki utcán, az Izabellán arra szolgasson, és ő megérzi a fura dudort, a púpot. Hogy egyik pillanatról a másikra nőtt valami a nyakán. Előveszi a telefont, sérthetetlenséget teljében megfordítja a kameraképet, és a készülék tükrében látja, hogy a szakálla alatt a nyaka oldalán egy csecsemőölköl méretű valami van. Grusz egészséges, középkorú férfi, soha semmilyen komoly baja nem volt még, és a tágabb családjában se, senkinek komolyabb baja, a halálon kívül mármint. Átgurul az öreg tojata az utcán. Grus sok halat eszik, nem dohányzik. Ránagyít a képre. Fut, ismételném el, de valami vékonyodó, egyre hisztérikusabb hang megzavar. Mintha Grus lenne az. Igen, ő. Remegve ismételgeti. Nőtt valami. És azt a szót persze még a pánikroham mélyén is kerüli, hogy daganat. Látom én is tényleg. Ott van valami grusz nyakán. Jánosnak a másodikon roppan meg a dereka. Ágit a déli lépcsőjén, majdnem a munkahelye ajtajában önti el valami reménytelen szomorúság. Olyan mély kétségbeesés, mint még soha. Hogy ez így nem megy. Ennek a világon semmi értelme. Én meg csak állok a hídon. Most éppen gruszt figyelem az autóban enyhe részvételt csikarok ki magamból. Mégiscsak furcsa, hogy egyetlen másodperc alatt ilyesmi megtörténhet. De hát a világban másokkal olyan sok minden megtörténik. Erre gondolok. Pedig még nem is tudom, hogy Gruss élete mármint ahogyan addig élt 42 év, 26 nap, 10 óra és 37 perc véget ért. Eztán, ahogy együtt tűnődöm rajtuk ezen a három számomra idegen emberen, mosolyognom kell. Miközben újra a nyugati felé fordulok, az jut eszembe, milyen sok érdekes fájdalom, métej, botorboldogság kerülgeti ebben a városban egymást, ismeretlenül. És persze egyik érzés sem ér össze a másikkal a végtelenben, soha. Azt mondtad, hogy lehettek volna a kulturális központok, kialakulhatott volna az elmúlt 100 egy néhány évben ö, a magyarországi nagyvárosokban is, de valamiért Budapest elvitte. Nem az van, hogy Budapest egyszerűen elszívja ezeket az energiákat? Azért voltak erre kísérletek. Valószínűleg ez van. Valószínűleg ez van. Hogy Te is ö, itt vagy. Igen, igen. Igen, valószínűleg ez van, hogy túl rövid az emberi élet ahhoz, hogy, ö, hát, ö, hogy nincs idő arra, hogy kivárt, hogy ott valami történjen, és, akkor és mindenki azt mondja, hogy most megyek most megyek. Most, és azért nagyon sokan szerintem vidékről Budapestet, meg Erdéből is, vagy, vagy, vagy határon túlról is, Budapestet egy ilyen állomásnak tekintik még nyugatabbra. Tehát, de az tény, és akkor így űrül ki, ürül ki folyamatosan, persze töltődik föl, de a, a aki valamit akar aki, aki, aki valami progresszív gondolattal indul el, és körülnéz, hogy ott meg lehetne ezt valósítani, mondjuk egy vidéki kisvárosban, akkor rájössz arra, hogy ott nem lehet megvalósítani, és el kell mozdulni onnan. Ez a baj. Ez a baj nem támogató a, a közleg, nem is értik, hogyha elkezd valamiről beszélni, hogy miről beszélsz, mint egy másik nyelven beszélnél. Vagy hogyha értik, akkor pedig ne, nem hiszik, a megvalósít, nem hisznek a megvalósításban. Tehát... De ez miért van? Hát ez, 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 edukáció, én nem tudom. Tehát ez, mert mindig példákat kell látni ahhoz, hogy sok-sok példa, sok-sok példa kell, ami bizonyítja az, hogy ez lehetséges. Egymás után hozni kell a példákat, folyamatosan be kell bizonyítani, nem egy embernek, hanem sok embernek, hogy igen, lehetséges itt is jó színházat csinálni, itt is lehet mondjuk lakásszínházakat csinálni, mit csináltunk Debrecenben, ott legalább az az ott, az működik, de lehet többet is csinálni, van értelme, nem egy fesztiválnak, hanem sok kis fesztiválnak, minden, tehát, hogy, és ennek folyamatosan ö, 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 szinte megállás nélkül ö, energiát kellene ebbe fektetni, és nagyon sok embernek kéne rajta dolgozni, a koncepciókon dolgozni. Most például, most <coughs> majd Tallinnból jöttem haza, Talén ez egy kisváros, az egy 400 ezeres város. 20 évvel ezelőtt voltam ott, az valami óriási fejlődése ment keresztül az a város. Tehát most ez egy szovjet uh, unióhoz tartozó, uh, annak a hatását nagyon erősen magán hordozó város volt, leszámítva a kis Hanza köz központot, de hát egy óriási ipari térség körülötte, ott forgatta egyébként Tarkovsky a Sztalkert. Ezt nem tudtam. Igen. Tehát egy olyan, olyan <coughs> ipari zóna volt. Ír, iszonyú szépen felújították. Látszik, hogy gondolat van mögötte, meg vízió van mögötte. És kb. ilyen Dániát, Dániát ilyen, hoz hasonló minőségben van ott minden. És van egy nagy A kategóriás filmfesztiváljuk ebben a kicsi városban. Nem. Öm... Ez, micsoda ambíció, hogy ők egy ilyenbe veszálltak, Igen, mert nem. egyébként ki, ki fel... verne. Igen, és felfuttatták <laughs> ezt az egész város. Arról szól mindenhova, ahol bemész, látod a, a film. Tehát, font... Tehát látszik az, hogy fontossá teszik az emberek számára azt is, hogy ez, ez nekünk ez fontos, ez jó, ez, ez mi felkerülünk a kutás térképre, és tényleg mindenhol látod a plakátnak a, 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 a... A fesztiválnak a plakátjait az ABC-től kezdve, mindenhol a városban az köszön vissza, tehát akkor arról szól az egész város. És és van egy kis 900 ezres észt populációt, aki ezt megcsinálja. Összesen annyian élnek. Meg van 400 ezer orosz. Tehát itt bárhol, bármikor ezt meg lehetne csinálni, hogyha van lenne mögötte hit koncepció, de hát ez, ez azért, ez azért kell, egy, kell egy országos vezetés, ami ez fontosnak tartja, meg, meg tehát pont az ellenkezője van, nehogy ilyen legyen. De azért szépen. van valami ellenmondásos, mert ugye sokakkal beszélgetek most itt a podcast kapcsán, és van, aki kifejezetten kiemeli ezt, hogy mennyire izgalmas Budapestnek a kulturális televény jellege. Az tény. Az tény. És akkor persze nyilván van egy intézményrendszer, ami vagy el van tartva államilag, vagy nincs eltartva államilag, és ezek akár mm. a fesztiválok, és az, hogy mit tudom én, a Budapest Dokumentum Film az talán éppen most dől be, vagy éppen, mm. hogy talán túlélni magát. De hát számos kezdeményezés volt, ami próbált élni, és aztán megszűnt. De hogy, hogy ez a kettőség, ez mitől van? hogy egyszerre nagyszerű dolgok is vannak, kezdeményezések, és, és közben pedig ez a... Na, tehát Budapest, Budapest az, az, tehát én most vidékről beszél, beszéltem alapvetően, hogy ezek, mert ott van Szegeden is a Zsigmond Vilmos Fesztivál, ami, ami már tényleg csak éppen, hogy ketyegben nincs rá támogatás, pedig az egy nagyon jó fesztivál lehetne. Meg voltak, voltak fesztiválok, de ezek mind, 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 mind ugye források ilyen elkezdtek be, behalni. Budapest az az minden túlél, azért mert tényleg mindenki ide jön föl, és folyamatosan frissül, jönnek a fiatalok, és folyamatosan, ha nincs pénzük a, a dolgokra, akkor is megcsinálják, mert még van energia, és mindig van energia, tehát pumpálódik, olyan, mint egy ilyen, mint a szív, ami pumpálja a vért. Tehát ez a, Pest, a Budapest ez olyan, és más városokkal is összehasonlítva, tehát ez teljesen egyedi, hogy itt ennyi minden és ennyi mindenki dolgozik, annak ellenére, hogy semmilyen, hogy most már gyakorlatilag minimális támogatások sincsenek meg, tehát a, a színházi világban. Tehát nagyon nagy az ambíció, <coughs> nagyon az ambíció, de ami baj, hogy, hogy nincsenek fórumok, Hát Mert a fórumoktól megfosztotta tulajdonképpen a politika ezt a közösséget. A fórumokba lehetne ezt ezt becsatornázni, ezt a rengeteg energiát, rendet, rendszert csinálni neki. Meg lehetne beszélni, de hát erre, erre, ezekre voltak mondjuk a, a mondjuk a filmszemle, ahol azért találkoztak egymással a a a, a film a, a, a filmesek, vagy a színházi fesztiválok. Nincs, nincs, nincsenek ilyen fórumok, és, és gyakorlatilag mindenki a saját kis buborékjában csinálja, a saját kis közösségével, mindenki ezt tartozik egy kisebb, kisebb csoport, és ezek a csoportok így, így átjárnak egymáshoz, és egymáshoz is bedolgoznak, és van az a három-négy hely, ahol most már három-négy helyre szűkült le a, a, mondjuk a színházi közösség, ahol a zenészek, a filmesek, a, a, a színészek, a, a, a színházi, hát a Jurányi Ház, a Trafó, a Szkéni valamennyire, és egyébként pedig a, a, a hatodik kerületi kocsmák, <laughs> ahol, ahol úgy összetud, tudnak az emberek futni és beszélgetni dolgokról. Uh, ez nagyon fontos, hogy beszélgetni dolgokról, mert emlékszem, ja, bocsánat, csak Nem, ne. csak annyit akartam mondani, de ehhez a gondolathoz csatlakozva, hogy ilyen módon az egyének a, a, szerepe, fe, jelentősége föl, nagyul fölerősödik. Tehát, hogyha nincsenek az intézmények, akkor az egyéni intézmények lesznek fontosak. Hát igen, igen. Hát most, most, ez van. Ez van. Csak egy idő után el lehet ebben nagyon fáradni. Tehát én, én, én megcsináltam most négy játékfilmet így, így ilyen szívességekből tulajdonképpen. És most tartok ott, hogy én már ötödiket így nem akarok megcsinálni. Tehát akármennyire is segítőkészek az emberek, és szeretnek részt venni jó dolgokban, hogy legalább jól töltsék el az időt, így már nagyon fárasztó, hogy csak azért veszed fel a telefont, hogy szívességet kér folyamatosan azért, hogy megcsinál, hogy hozzátehes valamit. Egy kis mozaikockát ennek a, a Los Angeles kultúrájához. Csak még visszatérve ehhez a, ehhez a hogy, hogy, hogy hogy osztjuk meg egymással a, a tapasztalatainkat és az ötleteinket, ez az, ami Budapesten egyébként még annak ellenére, hogy fórumok nincsenek, annak ellenére is még elég jól működik. Tehát még elég. elég tehát megvan ez a cirkuláció, mert emlékszem rá, hogy Debrecenben az volt, hogy ül az ember a, a, a panel szobába magányosan, gondolkodik valami hülyeségen, aztán magányosan sétálok be az iskolába, jövök vissza, és akkor ez a gimnáziumi időszak, és akkor már hétvége van, és a hétvége is nagyon magányos, mert nincs kivel nagyon találkozni, és akkor egyszer csak elindulok a városba, hogy találjak valakit, akivel, akinek el tudnám mondani az ötletemet. És, és és addig kóválygok, nem tudom, órákon keresztül, amíg valaki szemben nem jön, az is forgat valamit a fejében, az is szeretné megosztani az ötletét, és utána együtt bandukolunk tovább. Tehát ez vidéken ez így zajlik. De most is egyébként. És akkor ebből alakulnak ki a zenekarok, vagy, vagy, vagy egy színházi előadásnak a csirája két ember között. És itt Pesten ez nagyon gyors. Ez nagyon gyors. Oda mész, beszélget, mondod, izé, akkor gyere. Ma már gyors, ma már gyors egyébként. Amit elmondasz, az nekem is nagyon erős élményem. A 70-es évek vége, 80-es évek legeleje gyerekkorom, kamaszkorom. Ez volt. Nem. Tehát ugye az, a hasonló ivású emberek nagyon nehezen találták meg egymást. Igen. Aztán megtalálták persze, a tér is nagyobb, tehát többet kell gyalogolni, meg, meg egyébek, de, de, volt benne, talán mostanra kialakult egy ilyen tudat, hogy, 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 hogy ezt ho, hogyan kell csinálni, vagy hogyan kell ebben jobban mozogni meg az alternatív világ. mert mondod, hogy nem akarod az ötödik filmedet így megcsinálni, és akkor közben az jut eszembe, hogy pedig szerintem sajnos hosszú hideg tél jön. És, és, hogy nem, nem, nem várható az, hogy, hogy a körülmények jobban, jobbak lesznek, ha csak a te személyes körülményeid annyiban nem változnak, hogy nemzetközi filmrendező lesz belőled, és nemzetközi producerek fognak vele dolgozni. Hát igen, ez magától nem alakul ki. Nagyjából az a helyzet, hogy, és ez mindenkire érvényes ma itt Magyarországon, aki filmmel foglalkozik, hogy hogy bezárt a bazár. Dehát, de ez már régen, csak most esik le sok embernek még a tantusz, de ez már régen, tehát ez a spirál ez elindult akkor, amikor, amikor az Andy Vajna tulajdonképpen az autonómiától megfosztotta filmes közösséget, és akkor ez a vége, a fele tartunk, hogy tulajdonképpen most már szinte csak olyan filmek kapnak állami támogatást, ami, amire központi bólintás van. Még volt egy inkubátoros olyan kis, kis időszak, de most erre, már az is megszűnik. Tehát, tehát, hogy kiszorultam a film a, 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 független szférába, tehát amit filmkultúrának lehet nevezni, az, az kb. ott van, és hogyha csinálsz valamit, annak, annak sajnos semmilyen eredményen nincsen. Tehát az a baj, hogy akármilyen nemzetközi sikert csinálsz meg, nem tudod továbbépíteni itt Magyarországon. Nem lehet, úgyis nulláról kell induljál újra, mert hogy nincs támogatás hozzá. Külföldiek meg miért támogatnának magyar nyelvű filmet? Igazából támogatnának úgy, hogyha van magyar ö, hozzáadás, tehát magyar film. De az nincs, ugye. az nincsen, tehát, tehát hiába adnám mondjuk a költségvetésnek a felét oda egy külföldi, a másik felét te nem tudod odaadni, felmutatni, mert nincs honnan előszed. Elő Mi most úgy csináltuk meg, hogy hogy sikerült Szlovákiába pályáznunk, meg Svájciaktól kaptunk támogatást, és akkor Magyarországról tudtunk 30%-os adókedvezményt még felmutatni, mint magyar rész. De KB ez. És a következő, ami történhet, az az, ami most egyébként velem is történik, hogy sajnos sajnos termőföldet kell váltsak. Ez nagyon nehéz dolog, mert azért mégiscsak hiába a lombikban csináltam itt a filmeket, meg a saját lombikomban, hogy nem kapcsoltam ezer szállal mondjuk Budapesthez, vagy ez a városhoz, vagy ez az országhoz. A filmekben biztosan univerzálisabb azért, azért minden, de, amiket csináltunk, de azért ez, a, ez a, az én ez az én identitásom. És, és amikor, amikor az ember kultúrával foglalkozik, akkor az identitásának óriási szerepe van. És amikor országot váltunk, akkor, akkor, nem csak helyszínt váltunk, hanem elkezdünk identitást is fölvenni, vagy el kell kezdeni identitást fölvenni. és, és mert csak abból tudsz dolgozni. Ez állati fontos, amit mondasz, és nagyon sok mindent vett föl. Majdnem azt mondanám, hogy itt kéne elkezdődjön egy újabb beszélgetés, mert ez, ez nagyon, nagyon lényeges is. Sőt, majd lehet, hogy funk is egy ilyen beszélgetés folytatni, de, de nem ebben a keretben. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. Örülök, hogy elmondtad a Budapesten kapcsolatos <gül> <gül> bonyolult összetett érzéseidet. Ez volt a Budapest Telivan Faluval Podcast 9. adása. Ez és valamennyi beszélgetésünk meghallgató meghallgatható a Radnóti Színház Spotify gyűjteményében, valamint webfolyóiratom a Vulkán oldalán www.vulkanfolyóirat.hu. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb sorozatunk 11. beszélgető társa Kóli Lilesz, rapper, énekes és bohóc. Tartsanak legközelebb is velünk, és addig is használják úgy, járjanak, keljenek városunkban azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják Budapest teli van faluval.